Határidő. Még 6 napig, május 22-ig lehet benyújtani az adóbevallásokat a NAV-hoz. Balatonfagyia. Egy balatonfüredi fagylaltozó vitte el az idei pálmát. Ellenőrzések. Fokozott figyelmet kap a nyári szezonban a Balaton. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 6 nap van hátra a személyi jövedelemadó bevallás határidejéig, május 22-én éjfélig lehet átnézni, kiegészíteni, elfogadni a NAV által készített SZIA bevallási tervezetet. Ezt személyesen, valamint az ügyfélkapuval rendelkezők az interneten is megtehetik. Folyamatosan érkeznek az ügyfelek a NAV Somogy megyei adó- és vámigazgatóságának kaposvári központi ügyfélszolgálatára. Már csak néhány nap van vissza az SZIA bevallásig, ezért a megnövekedett forgalom. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás, az adó megfizetésének, illetve az 1+1% rendelkezések benyújtásának a határideje, ami az idei évben a pünköst hétvége miatt május 22-e. Egyre több adózó keresi fel kaposvári központi ügyfélszolgálatot és intézi a személyi jövedelemadó bevallásak kapcsolatos ügyeit, illetve rendelkezik az adója 1+1%-áról. Május 22-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által készített SZIA bevallási tervezetet. Ezt legegyszerűbben azok tehetik meg, akik rendelkeznek ügyfélkapuval. A NAV minden magánszemély, őstermelő és áfás magánszemély részére készített bevallási tervezetet. Abban az esetben, hogyha valaki egyetért a bevallási tervezet adataival, akkor gyakorlatilag semmilyen teendője nincsen, május 22-én automatikusan bevallássá fog válni. Az őstermelőknek és áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a bevallási tervezetüket az őstermelői vagy az önálló tevékenységből származó jövedelmükkel, hiszen nekik május 22-én a bevallási tervezetük nem fog automatikusan bevallássá válni. Április végéig 800 ezeren kapták meg postán a bevallási tervezetüket a NAV-tól. Érdemes átnézni a papír alapú tervezetet, illetve elolvasni a melléke tájékoztatót, amelyben minden fontos tudnivaló megtalálható. Kérdés esetén a NAV ügyfélszolgálatán is állnak rendelkezésre a szakemberek. NAV Somogy megyei adó- és vámigazgatósága minden évben kiemelt figyelmet fordít a személyi jövedelemadó bevallás, ezért rendkívül nyitva tartással várjuk az ügyfeleket Kaposváron minden hétköznap este 6-ig, május 22-én pedig 8 óráig tartunk nyitva. A nagyatádi, siófoki, marcali kirendeltségeken, illetve a barcsi, fonyódi, tabi és csurgói kormányablakokban kihelyezett ügyfélszolgálaton pedig május 22-én 8 órától 16 óráig várják az ügyfeleket. A kormány idén is kiemelten támogatja a kulturális fesztiválokat. Az anyaországi és a határon túli rendezvényekre a költségvetésből 750 millió forintot különített el erre a célra. Rétvári Bence államtitkár úgy fogalmazott, a cél, hogy ne csak több rendezvény legyen, hanem ezek tartalma európai szinten is egyre színvonalasabbá váljon, minél több emberhez eljusson és széles kínálatot biztosítson. Azt is hozzátette, az előző években nyújtott támogatás összege megháromszorozódott. Sültalma, linzer ízesítés és gold csokoládé, ezek az idei Balaton fagyijának alap összetevői. Megálmodója pedig Márton Sándor, a balatonfüredi Bagaméri fagylaltozó tulajdonosa. 14 fagylaltot készítettek el az idei megmérettetésre, a zsűrinek pedig nem volt egyszerű feladata. Nem csak az ízt, de a finomság illatát, színét és dekorációját is pontozniuk kellett. A Nyitott Balaton programsorozatban immár 5. alkalommal választották meg a Balaton fagyiját, ezzel pedig a magyar tengert népszerűsítik. A 91 éves Tünde fedélzetén hirdették ki az idei Balaton fagyiját, az első kóstolót pedig természetesen a legkisebbek kapták. A gyerekek elárulták azt is, hogy miért ízlik nekik a finomság. Mert van benne csoki, és nagyon finom. És egyébként szeretitek-e a fagyit? Igen. Mi a kedvencetek? A vanília. De azért ez is ízlik? Igen. A balatonfüredi Anna Báli lette, Anna Báli csemegét a Bagaméri fagylaltozóban készítették el. Igazából egy sültalma torta fagylalt, linzer tésztával készítettük, linzer alappal,
és egy sült alma variegátóval. A családi vállalkozásként üzemelő fagylaltozó immár 7 éve készít finomabbnál finomabb édességeket Balatonfüreden. Márton Sándor azt mondja, igyekeznek lépést tartani a trendekkel, így mindig újabb és újabb ízvilágot kreálnak. A csokoládé pasztillákból készült csokoládé fagylaltok, különböző ízesítésekkel, fűszerek használata most nagyon előtérbe került igazából, vagy a gyümölcsfagylaltjainkat például 100%-os gyümölcspürék felhasználásával készítjük. A Nyitott Balaton programsorozat keretein belül 5-5-ször választották meg a balatonfagyját. A 4-tagú zsűri végigjárta a benevezett fagylaltozókat, és a kreációk íze, illata, állaga, színe és a Balatonhoz való kötődésük alapján döntöttek, a bíráknak pedig nem volt könnyű dolguk. Elmondhatom, hogy évről évre összetettebb, finomabb fagylaltok készülnek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a fagylalt készítőink arra, a versenyzőink arra, hogy minőségi kézműves terméket készítsenek helyi alapanyagokat felhasználva. Tehát nehéz a zsűri dolga, de az idei évben is, mint a korábbi években, most is egyhangú döntés született, hogy az Anna Báli csemege legyen az év Balaton fagylaltja 2018-ban. A hűsítő finomságot pedig bárki megkóstolhatja, hiszen a recept nyilvánosságra kerülése után bármelyik cukrászda elkészítheti azt. Megvannak az idei Somogy megyei bor és pálinka mustra győztesei. A versenyre a somogyi borok és pálinkák mellett érkezett mint a Sopronból és Miskolcról is. Mindjárt mutatjuk a részleteket. Aranykorát éli a borász szakma. Több cég keres borász technikust vagy borász szakmunkást, és már a pályakezdőknek is bruttó 300 000 forintos fizetésük van. Évről évre nagyobb az érdeklődés a fiatalok körében, és többen jelentkeznek a borász képzésekre. Több felsőoktatási intézményben már főiskolai diplomát is lehet ezen a szakirányon szerezni. Első kézből kaphattak hasznos információkat a vállalkozók a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara keddi programján. A várható hatósági ellenőrzésekről tájékoztatták a résztvevőket, többek között a NAV Somogy megyei adó- és vámigazgatóságának szakemberei. A Balaton különösen kiemelt terület lesz a nyári szezonban, így nem csak navos, hanem népegészségügyi ellenőrzésekre is számítaniuk kell a vállalkozásoknak. A Balatonpart frekventált terület, így a közeljövőben az itt üzemelő vállalkozásoknál megjelenhetnek a revizorok. A népegészségügyi területen kiemelt ellenőrzési feladatunk lesz a nem dohányzók védelmére vonatkozó előírásoknak az ellenőrzése, a kémiai biztonsági előírásoknak az ellenőrzése, illetve az általános közegészségügyi feltételeknek a vizsgálata. A népegészségügyi szakemberek több dologra is figyelnek majd a várható ellenőrzések során, nem csak a Balatonon, hanem a megye más területein is. Természetesen az idegenforgalmi szezonban kiemelt ellenőrzéseink lesznek a turisták által látogatott területeken, így a balatoni strandokon, vendéglátóhelyeken, illetve a belső somogyi kiemelt területeken, például gyógyfürdőkben. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara programján a NAV Somogy megyei adó- és vámigazgatóságának szakemberei is tájékoztatták a résztvevő vállalkozásokat az idei év változásairól és a várható ellenőrzésekről egyaránt. Többféle ellenőrzést végez a NAV Somogy megyei adó- és vámigazgatósága. A nyár folyamán nagyobb figyelmet kapnak az operatív helyszíni ellenőrzések. Érdemes böngészni a NAV honlapját, a nav.gov.hu oldalt, ahol tájékozódhatnak az adózók, hogy milyen jellegű ellenőrzéseket, milyen helyszíneken fogunk végrehajtani. Az operatív ellenőrzések leginkább a számla nyugtadás kibocsátására, az online pénzelgéppel kapcsolatos kötelezettségek vizsgálatára, a foglalkoztatottak bejelentésére, az áru eredetére, illetve forgalomszámlálásra is kiterjednek. A strandokon, szórakozó helyeken, vendéglátóegységekben a NAV revizoraira is számítani kell a Balatonnál a közelgő nyári szezonban. Hamarosan meglesznek a Balaton legjobb strandjai. 1-től 5 csillagig terjedő minősítést kaphatnak azok a fürdőhelyek és kikötők, melyek részt vesznek a Kék Hullámzászló strandminősítő programjában. Idén az eddiginél több szervezet vesz részt az értékelésben, még tart a zsűrizés, július elejére derül ki, melyek a Balaton legjobb strandjai. A zene jobbá teszi az embereket, így fogalmazott Nagy Tamás, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója. Az intézményben tartott nyílt napon a gyerekek 18 hangszerrel, a tanórákkal és a tanárokkal is megismerkedhettek.
A cél, hogy minél korábban megszerettessék a gyerekekkel a muzsikát. András 5 éve játszik klarinéton, a fiatal fiú azt mondja, nem ezt a hangszert választotta volna, de mára már nagyon megkedvelte és szívesen játszik rajta, főleg gyorsabb darabokat. Elsősorban azért választottam, mert régebben még úgy volt, hogy szaxofonozni szeretnék, és azt mondták, hogy előtte jó, ha klarinétozunk, de beleszerettem és megmaradtam. Tanulni pedig jó közösségben a legkönnyebb, vallja a fiatal fiú. Nagyon jó a közösség, tényleg legjobb barátaimat itt ismertem meg, és olyan élményekhez jutok, amit máshol nem tudok megkapni. A kaposvári Liszt Ferenc zeneiskolában is arra törekednek, hogy a gyerekek jól kijöjjenek egymással, hiszen így játszva tanulhatnak meg egy-egy hangszeren zenélni, de a muzsika elsajátításában természetesen a tanároknak is nagy szerepük van az intézményben. Nagyon szeretem a tanárokat, igazából szinte már így barátainként kezeljük őket. Összesen 18 hangszer közül választhatnak a kisdiákok a Liszt Ferenc zeneiskolában, de az elméleti tudásra is nagy hangsúlyt fektetnek a tanárok. A tanórákra pedig bárki betekinthetett, hiszen nyílt napra várták az érdeklődőket. Az intézmény igazgatója kiemelte, a cél, hogy rávezessék a kicsiket a zene szeretetére. Megnézhetik ezeken az órákon a tanárbácsik tanárnénének a működését, és amelyikhez kedvük van, amelyik hangszerhez, azt a jövőjében választhatják. Folytatjuk a Kodály módszert, hiszek abban, hogy a zene jobbá teszi az embereket. A magyar zenekultúra, a magyar népdal kincs egy nagyon-nagyon erős örökségünk, amiket nekünk gondoznunk kell. Az iskola csütörtökön még várja azokat a kicsiket, akik szeretnének a zenével közelebbről is megismerkedni. Keresik az ország legjobb konyhás nénéjét vagy bácsiát, Somogy megyéből is pályáztak. A pályázatot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet írta ki az általános iskolai szakácsoknak. Kálmáncsai, somogyjádi, siófoki, csurgói, somogyudvarhelyi és kaposvári diákok is jelölték kedvencüket. A szavazás május 20-áig tart, voksolni az UGY-i Éj könnyebben nevű Facebook oldalán lehet. Harmadik alkalommal rendezték meg a Somogy megyei bor és pálinka mustrát Kaposváron. A versenyre azonban nem csak somogyi borokkal, pálinkákkal neveztek, hiszen érkezett mint a Sopronból és Miskolcról is. Az ünnepélyes gálán 280-an voltak kíváncsiak a helyezésekre. 120 bor és 393 pálinka. Ennyiféle nedűt kellett végigkóstolnia a zsűrinek a harmadik bor és pálinka mustrán. A verseny résztvevői nem neves borászok vagy borházak, hanem úgynevezett hobbi borászok voltak. Ők nem mondhatni, hogy nem a profi kategória, tehát nincs az a technológiai hátterük, nem is ez a cél. Így elsőleges szempont mindig az volt, hogy mennyire egészségesek a borok és mennyire fajta jellegesek a borok. Én személy szerint nagyon örültem és nagyon támogatom az ilyen borversenyeket, hiszen így talán egy kis segítséget és talán egy kis háttértámogatást tudunk adni a lelkes borászoknak, hogy folytassák ezt a szép szakmát és minél szebb és minél jobb borokat hozzanak, és ez a mintaszám növekedésében is megmutatkozott, mert hogyha jól tudom, akkor 10-20%-kal több minta jött idén, mint amennyi tavaly volt. A közel 400 fajta pálinka bírálatakor sem volt egyszerű dolga a zsűrinek. A klasszikus ízek mellett igazi különlegességek is szerepeltek. Nagyon széles volt a paletta, de kiemelném a somot. Igaz, hogy nem volt sok som mintánk, de a som az somogyhoz kapcsolódik. Volt nagyon szép három som tétel, amit kiszeretnék, és volt egy tejpárlatunk, ami igencsak különlegesnek mondható. Ez mit jelent, hogy tejpárlat? Hirtelen mindenki, én is először a kumiszra gondolok. De nem, ez tejből, megerjedt a tej, ugyanúgy, mint a többi gyümölcs, tehát ugyanúgy megvan a cukortartalma, megerjed, és utána lepárolják. Az egyik championgyőztes ez a szőlő, kései megy, vegyes gyümölcs pálinka volt. Dávid azt mondja, az első pálinka fogyasztásával kapcsolatban mindenkinek más élményei vannak.
Eleinte ezek az élmények nagyon-nagyon nagy hatással vannak az emberre, főleg a negatív élmények, velem is ez volt. Én eleinte ilyen 17-18 éves fejjel, amikor megkóstolja az ember azt a kerítésszaggató pálinkát, az nem egy kellemes sztori. De viszont amikor az ember kóstol egy nagyon-nagyon kellemes málna pálinkát, vagy egy írsai olivér szőlőpálinkát, vagy egy nagyon kellemes sárga barac pálinkát, aminek lekvári íz jegyei előjönnek, és megvannak, ott azért az ember sokkal könnyebben megszereti a pálinkát. A versenyen kiválasztották Kaposvár város borát és pálinkáját is. Az idén Fehér Ferdinánd Cabernet Sauvignonja és Galántai János Vilmos körte pálinkája lett a győztes. Határidő. Még 6 napig, május 22-ig lehet benyújtani az adóbevallásokat a NAV-hoz. Balatonfagyiak. Egy balatonfüredi fagylaltozó vitte el az idei pálmát. Ellenőrzések. Fokozott figyelmet kap a nyári szezonban a Balaton. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap változóan felhős idő várható, hamarosan jönnek a részletek.